Napról napra világosabb, hogy a baloldalon ugyanaz a Gyurcsány Ferenc akar visszakerülni a hatalomba, aki kormányzása alatt elvette a gyermekesektől a családi adókedvezményt, megszüntette az otthonteremtési támogatásokat, és sorozatos megszorításokkal és adóemelésekkel nehezítette a gyermekes családok megélhetését, és mindeközben csak annyit mondott, nem kell félni, nem fog fájni. A baloldal adótervei most is a dolgozó, gyermeket nevelő szülőknek fájnának a legjobban. Gyócsány Ferenc nyíltan közölte, hogy szerinte a családi adókedvezmény perverz újraelosztás. És nem csak a családi adókedvezmény lenne a baloldal áldozata, hanem az egész családi adórendszer, amely Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelmadóját biztosítja a dolgozó szülőknek, és adómentességet a négy gyermekeseknek. Magyarországnak 2010 óta olyan vezetése van, amely a gyermekeket és a családokat tette az első helyre. Bevezettük a családi adórendszert, folyamatosan bővítjük a családtámogatásokat és az teremtési támogatásokat, valamint az édesanyák és édesapák adókedvezményeit, és februárban még az idén befizetett esziát is visszakapják a gyermekes szülők az átlagbér szintjéig. Ne hagyjuk, hogy mindezt elvegyék a dolgozó, gyermeket nevelő szülőktől. Állítsuk meg a baloldalt, írjuk alá minél többen a Stop Gyurcsány, Stop Karácsony petíciót.